tavaly össze, amikor megláttuk ezt a fényképet az interneten, azonnal azt gondoltuk, hogy erre itt most nekünk szükségünk van. Akkor nem is tudtam pontosan miért. Nem vagyok templomba járó ember, de a szeretetet gyakorlom minden nap. Azt gondolom, hogy a szeretet az, amivel kapcsolódunk egymáshoz, az a közös nevező. Az együttérzés pedig a szeretet egy megnyilvánulása. Igazából nem is hiszem, hogy van szeretet együttérzés nélkül. Ez a szobor pedig lehetőséget ad nekünk, hogy gyakoroljuk a szeretetet, és gyakoroljuk az együttérzést.